Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy Valentin napi szerelmi jóslás. Hogyan alakulnak a dolgok ezen a napon és utána? Ez a jóslás, ez egy általános jóslás, de megvan arra most a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a kedvezményes Valentin napi jóslást, hiszen most megkapod ezt a kirakást, vagy asztrológiával együtt, a védikus asztrológiával együtt, 10.000 forint helyett 6.000 forintért, vagy kérheted ezt a jóslást gyertya mágiával, szintén 6.000 forintért, vagy kéred ezt a jóslást, és hozzá egy mediális üzenetet, ami a szerelmet illeti. Tehát ez a három lehetőség van. Ez a Valentin napi jóslás védikus asztrológiával, ami a párkapcsolatot illeti, vagy ez a jóslás gyertyamágiával, vagy ez a jóslás egy mediális üzenettel, 6.000 forintért. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt ez a kép középen azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket. Ez a lilium virág utal az ártatlanságra, a szép érzelmekre, a jó gondolatokra, vagy azt is jelentheti ez a kártya, hogy tisztázódik köztetek valami. Mivel Valentin napról van szó, és itt a virág van, tehát ez jelentheti azt is, hogy virágot kapsz tőle. Itt bal oldalon vannak a te kártyáid, ezzel szemben jobb oldalon az ő kártyái. És megnézzük, hogy mit mutatnak a képek. Itt voltak nálad kihívások, nehézségek, amit meg kellett oldanod. Ez lehet a munkahelyi környezet, vagy voltak kihívások a családi kapcsolatok terén, vagy az is lehet, hogy vannak itt rivális személyek, és az a lényeg ennél a kártyánál, hogy megvannak a sikerek, hiszen be tudtad bizonyítani magadat. De mégis vannak ilyen emlékek, hiszen visszagondolsz erre a helyzetre, és úgy gondolod, mindez igazságtalan volt. Az is lehet, hogy tavaly ő elfelejtette ezt a Valentin napot, és most megvannak a bizonytalanságok, hogy újra átéled ezt, ez akkor egy kihívás, amit igazságtalannak látsz. Minden olyan bizonytalannak tűnik számodra. Nem tudod, jön-e vagy sem, nem tudod, hogy mennek előre a dolgok, van egy lépés, megvan-e a biztos talaj a lábad alatt, vagy lezuhansz a mélybe. Persze ezt szimbolikusan gondolom. De itt vannak a sikerek, hiszen a nap egyrészt jelenti a te kisugárzásodat, azt is, hogy megvan a vonzalom kettőtök között, és mivel a nap megvilágít téged is, az azt jelenti konkrétan, hogy ő látni akar téged, és itt is látható, hogy szép érzelmekkel, tiszta gondolatokkal, érzelmekkel közeledik hozzád, vagy tisztázódik kettőtök között valami. És most megnézzük az ő helyzetét. Itt a kelyheknél érzelmekről van szó. Itt ezen a képen látható a múlt, a gyermekkora, tehát vannak nála emlékek a gyermekkorából. Itt látható a könnyek mezeje, tehát itt vannak
fájdalmas emlékek is a múltból. Ez lehet, hogy nem veletek áll összefüggésben, hanem a gyermekkorával. De ő lezárja mindezt, hiszen elbúcsúzik a könnyek mezejétől. És itt látható a sors kereke. Itt lesz egy sors döntő fordulat, változások, események. Ő közeledik hozzád. Átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, és az jelenti a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Érzelmekkel közeledik hozzád, és vagy te nem veszed ezt észre, vagy nem hiszel neki, vagy ő fél attól, hogy nem fogadod el ezt az ajándékot, ezt a kelyhet. És ez volt a Valentin napi általános jóslás, de mint említettem, ez egy kedvezmény, megrendelhető asztrológiával, vagy gyertyamágiával, vagy egy mediális üzenettel 6000 forintért. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!